Homérosz és a foci VB. A kultúra elszánt hívei szeretnek panaszkodni, hogy jaj, a költészet meghalt, mindenki csak szappanoperát és valóságsót néz, vagy gigászi partikon issza és kokszolja el a maradék agyvelejét, ahelyett, hogy ezt kocsmában tenné, mint minden valamire való művészlélek. Ehhez képest a magyar ember úton útfélen a legkülönbözőbb versformákkal találkozik. Annó már Vörös Sándor is versbe olvasztotta a kifogástalan pentameterben csengő cégtábla feliratot Tóth Gyula bádogos és vízvezeték szerelő. A magyar nyelv azóta is tonna számra termeli az antik ritmus mintázatokat. Csurog a hegzameter a rádióból, közvetítést hallottak a berlini filharmónia nagy terméből. Csöppög a közlekedési hírekből. Fennakadások vannak a városi közlekedésben. Tenyészik a hivatalokban. Gépjár művezető igazolványok kiadása. Vörös Martival kelnek, fekszenek a non-stop büfé tulajdonosai. Péksütemény, szendvics, ami szemszáj ingere éjjel-nappal. Az állami giga cégek marketing felelősei Árgus szemmel őrködnek a klasszikus kultúra értékein. A BKV-nál verstannára ment el az a kegyetlen sok pénz, de legalább a feliratok rendben vannak. Jegykezelés meg történtét a piros fény jelzi. A magyar áruházlánc pénztáránál is örök érték a görög-latin forma kultúra. Áfás számla gényét kérjük előre jelezze. A bulvárlapok újságírói kifogástalanul vizsgáztak egykori címlapfeliratukkal. feliratukkal. Kb. tószerezéssel vádolják Stól Andrást. Kicsit lomha a sor a sok spondeus miatt, tá, tá, de e tekintetben a görögök is kedvelték már a változatosságot. Ha például Zeus neve szerepelt egy versben, nyilván nem táncik át össze-vissza a metrum, jó Zeusunk, csuda, jó pofa, kispasi, ojcuki, hogy még? Nem, az istenségnek kiár a sok méltóság teljes hosszú szótag. A nemzet bucia ugyan még csak félisten, de a spondeuszaihoz jussa van neki is. Egy kávé kiadó automatára eme feliratot rótták ékes ókori metrumban. Túlzott pénzbedobás esetén érmét vissza nem ad. A magyar ember lelki szemei előtt megjelenik a látomás, ahogy néhány évezred múltával a régészek óvatosan kiássák ezt a gépet a vulkáni hamu alól, és miután hieroglifjeit megfejtették, ámuldoznak, micsoda művel civilizáció lehetett ez, amely még instant kávét sem volt hajlandó hexameter nélkül kérni. Aztán ott van napjaink hős eposza, a foci világbajnokság, melynek kommentátora rímes hegzameterben fogalmaz, vagyis rálicitál Homéroszra, aki úgy vélte, ez önmagában is elég kacifántos forma, nem kell berímelni. Rúgja előre, de nincs ott ember, bár Dani Álves küzdbecsülettel. A magyaros formák ügyében sincsen ok panaszra. A magyar ember egyízben a remíz vendéglő előtt elhaladva látta, mint a kis pincérlány, a napi menüt körmöli a táblára. Gulyás leves csipetkével 940 forint. Nyilván meglepődött volna, ha közlik vele, hogy egy évszázados tradíció letéteményeseként magyaros nyolcas hetesben fogalmazott, akár csak Petőfi az itt van az ősz, itt van újra soraiban. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem, gulyás leves csipetkével, 940 forint. Egy másik felirat is szembeszökően idézi klasszikusainkat. Szociális bringa program Budapest. A névadók bele se gondoltak, mégis nagyszerű költészeti folyamba illeszkednek ezzel a ritmussal. Csukás István írt egy arany és vörös marti visszhangoktól hangos emlékverset, mely hibátlanul passzol ehhez az elnevezéshez. Szociális bringa program Budapest. Régi költők ritmusában jön az est.